Az előző mérkőzésen sérülést szenvedő Papp Klaudiával a soraiban lépett pályára a mezőny hátsó régiójában álló Kislenke KS otthonában a listavezető. Az első negyedben 7 pontos előnyt szereztek a nyíregyháziak, amihez a második 10 percben újabb kettőt tettek hozzá Farkasinszky Gyulánné tanítványai. A fordulás után sem változott a játék képe, a rutinos kosárosokat pályán tartó vendégek 8-8 ponttal nyerték a harmadik és a negyedik negyedet, így a papírformát érvényesítve magabiztos 25 pontos győzelmet aratott az NKS. A kadetnek is föl kellett mennie egy mérkőzésre Budapestre, a Beac ellen játszani a kadetbajnokságban, és gondoltuk, hogy a kettőt összekapcsoljuk, és akkor a kislánkel mérkőzés azok lejátszák az idősebbek, a kadettek pedig leülnek a kispadról, hogy a kötelező létszámunk az meglegyen. Ugye annyi volt a veszélyesebb az egészben, hogy a Dia azért az előző mérkőzésen rosszul lépett, megsérült, tehát a hét elején nem is edzett. Kétséges volt, hogy ugyan már mi is lesz, és egyáltalán fogjuk-e tudni játszatni, de tisztán, frissen, üdén beszállt már csütörtökön az edzésbe. Én ugyan nem akartam pályára küldeni, de maximálisan erősödött, hogy ő is játszani akar, így őt is tudtuk játszatni, és a hét rutinosabb játékosunkat forgattuk. Tehát az első percről kezdve mi vezettünk, és igazából csak az volt a kérdés, hogy a végére mekkora arány győzelmet fogunk aratni, meg az volt a lényeg, hogy senki ne sérüljön meg, hogy egy aránylag kemény, agresszív mérkőzés játszottunk a kislánkével. A mezőny legeredményesebb játékosa, a 31 pontig és 28 lepattanóig jutó Farkasinszky Orsolya ezúttal csere nélkül játszva 40 percet töltött a pályán. Nehezebb volt, mert ugye így a csere lehetőségek kisebbek voltak, illetve megszoktuk már azt is, hogy ugye ők is a pályán vannak, őket is próbáljuk ilyenkor akár segíteni is, akár védekezésben, akár támadásban. Így viszont ugye csak saját magunkra voltunk utalva. Valamilyen szinten nyilván jó volt, de nem ez a jövő. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 14 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 12-3-as mutatóval álló Vasas Akadémiát és Szegedet. Az NKS vasárnap az MTK Budapestet fogadja.